Az Artifice katalógusban nagyon különleges tapéták vannak. Az első ez az ólomüveg mintázat, aminek ehhez a színeihez a szürkét és a zöldet javasolja kiegészítésül illetve van még egy szürke és kétféle zöld a következő mintához, amiből az első meglepő módon ez a mozaik, amit ugye inkább padlón tudunk elképzelni, de nézd meg mennyire jól mutat a falon. A másik pedig egy nagyon szép levél mintás, ez is nagyon különleges, mert bár nagyon sűrű, mégsem tűnik soknak. Egy vidám színes fakockás a következő, aminek ráadásul van egy nagyon jó kis 3D hatása is a felülete szinte sima, ilyen enyhén prégált hatású. A következő minta a könyvespolcos, ami azért tetszik nekem nagyon, mert mindig csak ilyen barnásokat szoktunk kapni, és itt végre rengeteg szín van. A lamella mintás különlegessége, hogy elkészítették egy olyan változatát is, amikor rá vannak rakva a növények, és, és ezt a kettőt nyugodtan lehet együtt is használni, illetve javasolja hozzá, ugye ezt a sötét feketés alapot még, mivel ugye a fugák is ilyen színűek. Hogyha drámai hatást szeretnél elérni, akkor mindenképpen javaslom ezt a sötét szürke virágosat, vagy ezt a szürke zsalúzia mintát, amit elkészítettek még több más színben is, például ebben a fakó barnában is. Nagyon szép és különleges ez a nagyon színes, talán ilyen csempe mintának mondanám, ennek is van egy kis 3D hatása, és egyszerűen imádom ezeket az állatportrékat. Nagyon jó, vidám, egyszínű kiegészítők vannak hozzá, elég csak egy-egy kis falat megcsinálni belőle. Itt láthatod egy szobaképen, hogy milyen a zsalúzia, mint a fárakva a falra. Ezek megint a kis fakockások, ilyen visszafogottabb színű de ez a zöld, ez nagyon kellemes tónus, úgyhogy nagyon tudom javasolni, hogy használjátok. Ugyanúgy, ahogy ezt a gyönyörű szép kéket, ami nem annyira türkiszkék, mert attól erősebb, de gyönyörű, és nagyon jók hozzá a mozaikus is, illetve ez az orlomüvegmintás is. Ilyen bőrmintásat is beraktak, ennek ilyen enyhén rücskös a felülete, ez is nagyon elegáns és rendhagyó. A könyves polcos kék alapon, ennek teljesen sima a felülete, az összes tapéta egyébként flíz alapú, tehát nagyon szépen, könnyen fel lehet rakni, csak a falat kell bekenni ragasztóval, a felületük pedig letörölhető. Itt megint egy bőrminta, és egy sárga alapon könyves Én javaslom, hogy gondolkozzatok el, melyik hová illen a lakásotokban, mert tényleg annyira különleges mindegyik, hogy senki nem fogja megállni szó nélkül, és mindenki úgy fog távozni tőletek, hogy mennyire fantáziadós és különleges az otthonotok. megint a lamella mintás, egy kicsit ilyen őszi színekben készítették el itt ezt a növényes változatot, és a barack színben is elkészült, ugye még az elején volt ez a sűrű leveles. A katalógus végén pedig kigyűjtötték nektek az egyszínűeket, hogy meg tudjátok nézni őket, és összehasonlítani így egymás mellett. Két sorban egymás mellett az élénkebb és a visszafogottabb színek. Hogyha tetszik ez a katalógus, keresd a tapét a oldalon, vagy gyere el hozzánk Dabasra, nézd meg személyesen az üzletünkben.